Sziasztok! Kezdjük újra a formában rovat, és folytatjuk utunkat. Ezúttal ugye már a versenye, az Eiffel nagydíjat, a német nagydíjat illetően, ami egy eléggé izgalmas verseny volt, csak nem ugye az élen, de ez az nagyon sok előzés volt, és a pálya bebizonyította azt, hogy továbbra is helye lenne. Szerintem a, hát a versenynaptárban. Na de nézzük az eredményeket. George Russell ilyen ütközés miatt esett ki, ugye Raikkonen éppen hogy hozzáért, egyébként ez nem egy torpedózás volt, hanem egyszerűen nem volt hely, valószínűleg elmérte a féktávot, annál a kanyarnál, ahol kb. 5 másik versenyző, mégis mindig csak Bottas itt a kommentátorok sora, miközben a Vettel-től kezdve ki mind lehetne sorolni még a neveket. Jó páran elfékezték, Bottas ilyen volt csak az egyikük. Szóval Bottas, aki erőforrás hiba miatt esett ki, gyakorlatilag el is vesztette a VB lehetőségeinek bármilyen mi voltját is. És részben persze maga miatt is, de a két kiesése az, ami a fő ellenlábosa ennek, hiszen gyakorlatilag emiatt esélytelen is, bármit csinált volna eddig is, már rég esélytelen lenne. Még Hamilton továbbra sem esett ki, ahogy általában nem is szokott. Vagy az ő autója az mindig tökéletes, ami elég érdekes. És ez nem már most van csak így, hanem jó pár éven a 6 évnyi Merci csodálatos erőforrás, az legtöbbször azért nem Hamilton autójában ment tönkre. Egy év volt ugye, amikor nyert Rosberg, akkor elég sok meghibásodás volt, de az előtte lévő évben egyébként Rosberget érte ugyanaz, tehát ott visszakapta, mondhatnánk, a karma. És ott Rosberg végig nyert az utolsó, nem tudom hány verseny, de már hiába. A következő évben ezt visszakapta, úgymond Hamilton. De talán ez az volt az egyetlen év Hamiltonnál. De a többinél gyakorlatilag, ha az ellenfél jobb volt, akkor valamiért meg kellett állnia. Mondjuk most hibázott egyet Bottas, ez való igaz, de most nyilatkoztam azt pont, hogy nagyon jól ment a sárga közepes gumikon, és már be is voltak melegedve, így elévágással utolra tudtam volna élni, vagy le is volt, tudtam volna akár előzni. Hamilton már amikor elfékezte, akkor pont utána még ki tudott állni, és ugye. De hát jött a motoriba, ami már állítólag utána elkezdett jönni, ahogy kijött a boxból nem sokkal. És ennyi is volt, ezzel megvan az idei nyertesünk, a hetedik, ugye? Jól emlékszem, a hetedik WB címe lesz ugye Hamiltonnak. Esteban Ocon a másik kiesünk, aki hidraulika hiba miatt esett ki, azt hiszem, hogy motorhiba miatt. A Renault az továbbra sem a túl megbízható, elég sok kiesése volt a Renault motorosok csapatoknak, hát főleg egyébként Verstappennek a Red Bullban, de a sima gyári Renault-nál is volt már nem egyszer motor vagy hidraulika hiba, ez elég sajnálatos, még akkor nem volt egyébként olyan rossz. Aztán Alexandra Albon, ami szintén motorhiba miatt esett ki, bár amiket csinált itt, vagy 8-szor elfékezte, hát ő talán 2-szer is elfékezte ott egyébként Bottas, meg még 3 másik helyen, és belement majdnem több pilótával, és igazán torpedó mód van. Nem tudom, mi volt ma vele, mint hogyha egy Red Bullt hát kifelejtett volna, vagy inkább lehet, hogy 5 Red Bullt hívott meg a verseny előtt, nem tudom. Furcsa volt, ahogy vezetett, mint hogyha egy bőszült bika lett volna, egy felbőszült bika. Lando Norris a McLarennel is kiesett, gyakorlatilag már igazából csak a mondhatnánk a halálos ágyán volt már legalábbis az autója. Már végig 0-3-as, én nem tudom milyen módba kellett menni, mert a motor már nagyon jó ideje döglődött, aztán ki is múlt. Szóval az ő kiesése az már igazából nem volt meglepetés, a kérdés az volt, hogy mikor esik ki. És az ő kiesése az egy nagy lavinát indított el, ugyanis ugye tudva levő, hogy olyan, hát hogy is mondjam, olyan hirtelen jött boxkihások sorát hozta el, így igazából azok jártak róla, akik még nem voltak kint. Egyébként így járt jól jó pár csapat, főleg a kisebb csapatok, Alfa Tauri, Alfa Romeo. Bár mondjuk az Alfa Tauri az, hát nem volt már ilyen erős, kivéját nem tudott előzni a végén, ilyen voltak új gumjai. Végül láthatóan nem volt lassú azért az autó. De a kisebb csapatok ezzel mindenképp nyertek, és például a Haas is Grosjeannal, ugyanis Grosjean nem állt ki, ő egyszer állt csak ki, és így tudott 9-dik lenni. De menjünk tovább, tehát Daniel Kvyat, lehet, hogy a 15-dik, valahogy a végén elveszett az erő az Alfa Tauriból, pedig a Hondával azért elég jó páros szoktak alkotni, de hozzá kell tenni, hogy Gasly mindig jobb, mint Kvyat, ez ezen a versenyen sem változott. Úgyhogy Kvyattól igazából ez egy csalódáskeltő eredmény.
Nicholas Latifi viszont 14. lett a Williams-el, ami szerintem az ő esetében egy kiemelkedő eredmény idén. Jó, most persze kiesett Russell, de Latifinek az is csoda, hogy itt a utolsó előtti helyen hát vele tudta fejezni a versenyt ezzel az autóval, ami szerintem még mindig elég gyenge. Kevin Magnussen lett 13. Haas-szal, újra azt bizonyította véleményem szerint Magnussen, hogy ebben a kaotikusabb versenyben, hogyha ő is mondjuk egy kiállással ment volna, lehet, hogy akár pontot is szerezhetett volna, vagy nem mert ez válni, vagy a csapat adott neki rossz utasítást, nem tudom. De sosem szokott versenyen legtöbbször legalábbis olyan erős lenni, mint Grosjean. És idén megint ez a verseny bizonyította szerintem mindezt. Aztán 12. lett Kimi Räikkönen, aki megint olyan szerencsétlen volt, hogy hihetetlen. Hibázott is azúttal ezen a hát, jubileum volt túllövő futamán, ugyanis most már ő az a pilóta, aki a legtöbb versenyen vett részt valahol. Forma 1-ben egyénileg, és hát elég jól ment, mert 19. helyről lett úgy 12., hogy kapott egy 10-szekes büntetést, ha ez nincs meg, akkor valószínűleg Giovinazzi vagy Grosjean, de inkább Grosjean helyén lett volna. Ugyanis így is utolérte a bolyt, és végig egyébként szinte a futamon a Vettelt üldözte, de pont nem tudta megelőzni, de végig ilyen 5-6, 4-5-6 tizeden belül volt, és Vettel is egyébként, ahogy látjátok, utolérte Giovinazzi, hogy Räikkönen is. Még Giovinazzi a 14. helyről jutott, Räikkönen a 19-ről, tehát megint igazából versenytempóban Räikkönen volt a jobb, főleg azt is hozzáteszik, hogy ide még ugye 10 másodpercet is figyelni kell, hogy ez az eredmény ez valószínűleg előrébb lett volna, ilyen éppen neki koccant ilyen Russellnek, és ezzel vége lett a versenyének. Csak azért furcsa, mert nagyon sok esetben régebben ezeket volt, hogy versenybalesetnek minősítettek egy ilyet, és inkább a torpedózás büntették, bár sokszor az sem. Például a Verstappen korai hát elég gyakori falba ütközéses és más versenyzőbe ütközéses eseteit. Meg lehetne még más pilótát is sorolni Grosjeantól, Magnussenen át, amikor egy csomószor néha nem büntették őket. Vagy ha igen, akkor csak 5 szeket adtak, én meg ő mindjárt 10 szeket kapott, hát ez van, mert ez nincs akkor valószínűleg pontszerzés, nem biztos, hogy Giovinazzi lett volna az, hiszen akkor valószínűleg őt kitolta volna belőle. Aztán ugye utána Vettel, aki továbbra is azt mutatja, hogy teljesen motiválatlan, gyenge, azon csodálkozok, amikor korábban szitták Massát, Barrichello volt néhány nehéz időszakában, amikor nem volt tényleg valami jó, meg Räikkönen is az utolsó előtti, vagy az előtti évével a Ferrari-nál. Nem volt olyan, mint Vettel, vagy Alonso, tök ugyanaz volt a helyzet, sőt, szerintem ennél még jobb volt, mert nem volt ennyire messze pontban, mint ahogy most Vettel láthatjuk, hogy milyen messze van a Leclerctől, és akkor mindig őket szitták, véletlenül sem mondták azt, hogy elkezdték magyarázgatni, hogy jó, motiválatlan, meg a kocsi sem olyan jó. Itt tudom, miközben Vettel konstantan 5-6-7-8 tizedre van Leclerctől időmérőn, a versenyen is a legtöbbször nem szerez pontot, míg Leclerc meg igenis sok pontot szerez. Szóval persze az is benne van, amit már mondottam korábbi videókban, hogy én abban szinte biztos vagyok, ahogy ezt Alonso is elmondta 3-4 hónapja, hogy a Ferrari mindig egy autóra, egy versenyzőre épít, hogy Leclerc kapja frissebb új fejlesztéseket, meg előbb is valószínűleg Vettel vagy tud róla, vagy nem, vagy inkább tud róla, de nem beszél róla a csapat okán. De én ebben biztos, hogy valami különbség van, és ez a különbség az megvolt akkoriban is Barrichellóhoz, Massához, illetve Räikkönenhez képest, amikor az éppen jelenlévő jelenlegi, úgymond, apostrofált világbajnok Ferrari pilóta, akit jobban toltak, nyomtak, ott volt, és akkor a másikat annyira nem, hát, kegyesgették, meg legyezgették, hanem, hát, sokszor akadályokat, vagy hátráltatásokat, vagy későbbi fejlesztéseket kapta. És most is kicsit ezt érzem, mindemellett pedig azt is, hogy Vettel egyértelműen motiválatlan és gyengébb, mint bármikor. Tényleg majd jövőre tudja bebizonyítani az Aston Martin, ami valószínűleg egy ilyen zöld szörnyeteg lesz. Hogy hát mit is tud igazából, ott valószínűleg rá fognak építeni, úgy vélem, bár ott lesz Stroll is, Stroll papának ugye azért a fiára is figyelnie kell, hát meglátjuk. Antonio Giovinazzi 10. lett, így újra egy pontot szerezhetett, ez az okán van főleg, hogy nagyon jó rajtod, mostában nagyon jó rajtod, tehát ha valami jót lehet mondani róla, akkor a jó rajtod. Ezt én nála mindig, viszont ezeket talán volt 8. meg 7. is, tehát azért megint ment hátrafelé, és hát Räikkönen kapott egy 10-szekkes, különben valószínűleg ő kapott volna pontot. Ez van, lényeg az, hogy itt egész jó volt ezen a versenyen Giovinazzi, tehát meg kell dicsérni, de azért a szerencse is közrejátszott, és a jó sok kieső, ezt tegyük hozzá, hogy persze többieknél is. Román Grosjean lett a 9., itt egyöntetően nem az autó teljesítménye, az egy kiállásos taktika, a jó taktika hozta neki ezt az eredményt, mert már ő hozzá is nagyon közel volt Giovinazzi, illetve a többiek Vettel és Räikkönen.
Ja, egy szekken belül volt ez a három versenyző, sőt négy összesen majdnem. Márhogy persze egyénenként volt egy szekken belül. Aztán a 8. Hülko Hülkenberg, aki hát nem hiába lett a nap versenyző, ezt teljesen meg is érdemli. Úgyhogy gyakorlatilag a saját autójával hirtelen betoppant az otthonából, vagy egy kávézóból, ha jól hallottam. Az időmérőre majd ott csak 20. lett, mert semmi felkészülési lehetőség nem volt, de ahogy haladt erről a verseny, ráérzett valószínűleg a pályára, mint rutinos, meg hát már korábban ezen versenyző, és egyszerűen 8. lett két kiállással. És nem azért, mert ő mondjuk egy kiállásos taktikával volt gyorsan, hanem egyszerűen erőből. És egy nagyon jó rajta tegyük hozzá. Talán neki volt még jobb rajtja, ugye, mint Giovinazzi-nak. Én nem tudom, hogy mit ivott előtte, mit evett, de nagyon, nagyon durva teljesítmény volt, úgyhogy én azt mondom, hogy őt, és egyébként Perez is, meg később kitérek rá, mindenképp tovább kéne valahogy a 21-es mezőnybe vinni, legkésőbb a 22-esbe. Mert ők nagyon jó versenyzők. Úgyhogy Hülkenbergnek gratula, a nap embere volt talán. Charles Leclerc a 7. lett. Ő megint valamilyen szinten erőn felül teljesített a Ferrari-ban. De továbbra is látszik, hogy a verseny nem jó. A Ferrari szerencsés volt az időmérőn részben valószínűleg, illetve hát egy jó kört ment. De a versenyeken mindig hátrafele mennek. Az a csoda, hogy most csak olyan három helyet ment hátra. Ez is megsüvegelendő, illetve vagy Hülkenberg valószínűleg azért a tapasztalatlansága miatt, ami kiadott évek után, meg hát itt a pályán nem tudott gyakorolni, megvolt. Így nem tudta őt megelőzni, ezért egy erősebb falat volt, mint a kisebb a csapatok autói. Aztán Pierre Gasly 6. lett, ez viszont megsüvegelendő teljesítmény szintén. Az Alfa Taurival azért megint elég sok pontot hozott. És hát voltak elég durva csatái, és ő is elég vehemens volt. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt a helyet megérdemli, és hát gratula neki is. Szép teljesítmény volt. Carlos Sainz a McLarennel 5. lett, ami szerintem szintén nagyon szép teljesítmény, hiszen a McLaren ezen a hétvégén úgy tűnt, hogy nem lesz valami jó. És mind a verseny elején, mind a tegnapi időmérőn az látszott, hogy igen, ez sajnos nem lesz a legjobb versenyük, ennek egy 5. helyet láthatunk, persze volt pár kieső, de így is szerintem 6., 7., 8. helyen legalább belépett volna, ha azok benn maradnak is a mezőnybe. Én azt mondom, hogy ez is nagyon szép teljesítmény. Ezt a 4. lett Sergio Perez, aki szintén egy hatalmas teljesítményt hozott, hiszen a Racing Point talán még a McLarennél is olykor gyengébbnek tűnt ezen a hétvégén. Viszont ő megmutatta, hogy igen, van benne erő, mondjuk ezt leginkább annak is köszönhette itt a versenyen, hogy az egyenesben az ő autójuk volt a leggyorsabbra beállítva, így könnyebben tud a DRS-sel együtt előzni, hogy az egyenesekben előnyt kihozni. Arra szerintem kíváncsi jövőre a Merci motorral, mit fog tudni majd megmutatni a McLaren Renault, illetve a Racing Point, aztán majd új nevén egy Aston Martin, mennyire lesz közel hozzá, és hogy a Jaguar Renault szintén hozzájuk milyen közel lesz. Az a hármas csapat, ez igazán durva csatákat tud majd jövőre is szerintem elhozni. És a Perez is nagyon jó versenyző, főleg versenyen, és ezt továbbra is mutatja véleménye szerint. Most persze Stroll nem volt itt, de én szerintem Stroll nem lett volna ilyen vehemens és ennyire, hát erőszakos, ennyire akaratos, hogy minél jobb célt, minél jobb eredményt éressen el, mert Perezen ez látszott, hogy ezt el akart érni, és ezt meg is tette, mert ennél azért hátulról rajta volt, ugye bár. Daniel Ricciardo a 3. lett a Renault-val végre, megoldott, és a végén erőből, ugyanolyan gumikkal, az egyesben sokkal gyorsabb és erőteljesebb Merci motorral menő Racing Point, a Sergio Perezt meg tudta előzni másfél szekundummal. Láthatóan Ricardo is nagyon örült értelemszerűen a 3. helynek, és jó látni, hogy ennyire motivált, jövőre szerintem a McLaren Mercedesben is nagyon jól fog vezetni. Kérdés, hogy ez az autó milyen lesz. És Alonso is örülhet, hiszen láthatóan a Renault 3.-4. csapat. Éppen váltakozott, hogy milyen pályán vagyunk, általában a 3.-4. csapat helyén szokott lenni, nagyon ritka, hogy az 5. legyen. Még az, hogy egyre jobb a versenytempójuk. Időmérőn is javulnak, de talán a versenyen a legkonstansabbak mostanában. Viszont a technikai hibákat még javítaniuk kell majd. Max Verstappen a 2. lett, ami hogyha kiesik mondjuk Bottas, vagy Hamilton, de olyan nincs általában, akkor tőle egy kötelező lehetne, hiszen a Honda a másik legerősebb motor, és a Red Bull az most nagyon erős, tényleg talán a másik legerősebb csapat, csak egyben van, hogy általában nem nagyon jelent fenyegetést a Mercire, itt is pár kör, 10 kör maradt, majdnem egy kicsit több, 11 a safety káros rész után, és simán elhúzott Hamilton, szinte játszott, mint egér a macskával. Összehozott majdnem annyi előnyt ebbe a 10 körbe, mint amit egyébként a safety káros rész előtt, ha jól emlékszem, mert ott ilyen
Vagyis van az első, tehát meg az első kiállás előtt volt körülbelül ennyi előnye. Szóval jött a másik kiállás és az első kiállás közti időszak, ahol nagyon sokat hozott, 9 szekig körülbelül elhúzta az előnyét. Majd 10 kör alatt hozott annyi előnyt, mint a verseny első harmada alatt. Szóval látszik az, hogy Verstappenék nem rosszak, és örülhet a Verstappennek az előnynek, és a végén elvette azt a leggyorsabb kört is. Csak ezzel a szabban semmit nem ér már el, hogy győzése esélye sincs, nem lesz itt VB cím, Bottasnak se lesz. A Verstappen ugye 3-szor vagy 4-szer esett ki, ugye motor, főleg motorhiba miatt. A Bottas ugye pekesen pont azon a versenyen, ahol Hamilton is defektet kapott, viszont az utolsó kör felében már körülbelül, még ő az utolsó előtti körre, valahogy új. Ezért kiesett most a motorhiba, tehát neki is esélytelen már, Verstappennek is esélytelen dolog, gyakorlatilag Hamilton még akár tényleg is tűzhatnák egy versenyről, hogyha annyi büntető pontja hamarosan egyébként akár összedülhet, mert kevés kell neki, 3 vagy 4 plusz pont. Gyakorlatilag kivett egy vakációt is kész, tehát most már egy-két verseny is lehet, hogy már matematikailag sem lesz rá esély, hogy megveri, de már most sem nincs, ezt hozzáteszem. Én Hamiltonnak nem is tudnék ilyen szabban nagyon gratulálni, hiszen egy olyan verseny volt ez számára, hogy még könnyebb verseny volt, mint a Bottas verseny múltkor, ahol ugye Hamilton nem esett ki, csak hátrébb esett egy vagy két helyeiként, nem volt olyan messze tőle, két-három helyzettel volt hátrébb. Itt viszont egy kiesés van, tehát ennél egyszerűbb nem is lehetne. Persze itt volt most Verstappen, de folyton igazából csak játszott vele. Nem volt igazán veszélyes ellenfél ez az autó. Úgyhogy Hamilton totál kötelezőt hozta, nem is tudnám nagyon megdicsérni. Illetve hát az egész karrierje az igazából arról szólt, hogy a legeslegerősebb kocsikban volt. Ugye 2007-ben, amikor nem nyert éppen, hogy akkor egyrészt ugye harcoltak a Alonsoval, másrészt volt egy kémbotrány. De akkor is egy nagyon erős autóban volt. És utána pedig, amikor átment a Mercedesbe, pont akkor lett rohadt erős a Mercedes, amikor az új hibrid korszak előjött, míg Schumacher és Rosberg fejlesztette a kocsit a nehéz időszakban is, és nem sírtak sokat, annak ellenére, hogy milyen volt a kocsi. Előhozták azt az erőt igazából az autóból a fejlesztések terén, aztán még a mérnökök ugye nagyon szuper hibrid motorral, ami végig hozza azt a lehetőséget, hogy Hamilton nyeresen, főleg, hogy valószínűleg itt is azért inkább az ő autójára építenek, az a nagyon hiányos technikai megjobbásra vezethető szerintem főleg vissza. Egyszerűen az ő autója sosem hibásodik, neki mindig szerencséje van az időjárástól kezdve egyébként mindennel, meg nem is büntetik, amikor sokszor kellett volna, nem is kevéssel szerintem. Tehát ő ugye a szerencse fia, szokták volt mondani. Még ugye Raikkonen meg a bal szerencse fia. Amíg lehetne a Verstappent is egyébként néha mostanában az elmúlt egy-két éve bal szerencse fiaként emlegetni. Tehát így nem nehéz nyerni. Tehát Schumacher nagyon tudott csatákat is vívott. Volt 3-4 éve, amikor ő is egyébként ilyet tett, mint Hamilton, csak Hamilton ezt már 6 éve teszi, körülbelül 5. Egy év volt a Rosberger, amikor ugye nehézkesebb volt. Meg Schumi nyert egy Benetton csapattal is ugye. Illetve nagyon nagy harcai voltak Alonsoval, és meg lehetne sorolni ki, mivel... Tehát nem ugyanaz, no. És akkor még másfajta szabályozatok voltak, ugye más motorok. Kicsit sokkal nagyobb VB, mint mondjuk Hamilton. Amikor több lenne Hamiltonnak is a VB címe, akkor is erősebb lenne sokkal Senna is, egyéb iránt, vagy Schumacher, vagy Prost, mint ő. És ő egyszerűen olyan korszakban, ahol nincsen ellenfél, amikor nincs egyentető ellenfél a csapatokon belül, tehát nincs egy másik csapat, aki esélyes szintén a győzelemre, akkor ez nem egy olyan hatalmas erői VB cím, mint amikor végigharcolsz és küzdesz, és megmutatod is olyan hozdulataid annak is olyan húzásait, hogy igen, ez megsüvegelendő. De amikor erre nincs is szükség, mert hát ugye nincs miért ezt megmutatni egyáltalán, meg nem is kell, akkor azért nem akkora VB cím, mint amiket más nagy klasszikusok, illetve klasszis VB címszerző pilóták már megmutattak az elmúlt jó pár évtizedben. Hát ennyit akartam én mondani erről a nagy díjról, elég sok előzés volt, úgyhogy én azt mondom, hogy nem volt egy rossz nagy díj, arra leszek kíváncsi, hogy a portugál nagy díj, ami egy új hát nagy díj lesz, állítok, aztán itt is néha teszteltek egyszer-kétszer némelyik pilóta és csapat, de ez is egy igazából ismeretlenebb pálya, mondjuk olyasmi lehet, mint a Toszkán nagy díj volt, és állítólag élvezetben is olyan, tehát élvezni fogják a pilóták, és ilyen dőlt, kívülre felé dőlt kanyarok lesznek, aztán, tehát ezek tetszeni fognak majd még a pilótáknak, kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd ott. Viszont a VB az már gyakorlatilag eltölt csapat és versenyzői szinten, és ugye igazából most már csak az izgalmasabb futamakon tudunk maximum szurkolni, vagy izgulni, vagy érdeklődni, mert itt más iránt már nem kell majd. Búcsúzom tőletek, sziasztok!